Ebben a mostani videóban a leggyakoribb tápanyaghiányok négy leggyakoribb okáról lesz szó. Szeretettel üdvözlök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. Ha az ember beleszületik egy adott környezetbe, egy adott társadalomba, ahol évtizedek, évszázadok során kialakulnak bizonyos szokások az életmódban, a táplálkozásunkban, gondolkodásunkban, és nem gondolunk bele, hogy ezek esetleg egészségi szempontból nem túl jók számunkra. Rengeteg normálisnak tűnő dolog van, ami része az életünknek, azt hiszük, hogy helyesek, mert körülöttünk mindenki ezt csinálja. Az első kóros mikrotápanyag hiánynak is ilyen jellegű okai vannak, ez a D-vitamin hiány. Az ember ma már nagyon keveset van a szabadban, ha kint van a szabadban, akkor is sok ruha van rajta, aminek az lesz az eredménye, hogy mivel a bőrét kevés fény éri, sokkal kevesebb D-vitamin termelődik a szervezetében, mint mondjuk 1-2 évszázaddal ezelőtt. Pedig a testünk D-vitamin igénye minden bizonnyal ugye nem csökkent le ennyi idő alatt, tehát ugyanúgy szükségünk van rá, mint régebben. Ha egy egész évet nézünk, azt lehet mondani, hogy nagyon keveset vagyunk a szabadban, mert sokat ülünk például a számítógép előtt, és amikor kint vagyunk, akkor is általában sok ruha van rajtunk, vagy például autóban vagyunk. Olyan egyszerű dolgokat vegyünk például észre, hogy amíg nem léteztek plázák, a vásárlást az utcai boltokban végezték az emberek, tehát legalább akkor érte a testük bizonyos részét a napfény, amikor az utcán sétáltak ugye boltról boltra, de így, hogy a vásárlást is belső terekben végzik sokan, még ilyenkor a sétálás alatt sem éri az emberek testét a napfény. Lehet pótolni a D-vitamint kapszulákkal, cseppekkel, de az soha nem lesz annyira hatékony, mint a napon való tartózkodás. A második tápanyaghiány forrás a gyomrunkban lévő sav pH értékének lúgos irányba való elmozdulásából fakad, illetve a gyomorsav szint csökkenéséből ered, ami azt eredményezi, hogy rengeteg fehérje nem bomlik le rendesen, és nem szívódik fel nagyon sok ásványanyag, és például a egyes vitaminok sem. Ez a probléma ma már ugyanannyira kórosan elterjedt, mint a D-vitamin hiány. A gyomrukban az ételek nem megfelelő lebomlása vezet az ételallergiához, az ételintoleranciához, és végül súlyos esetben autoimmun betegségekhez. Leggyakoribb akkor ugye a kálcium, magnézium, vas és B12 vitamin hiány ebben az állapotban, amelyek fáradékonyságot, gyengességet, illetve hangulatunkkal összefüggő problémákat okoznak, mint például depresszió, szorongás vagy a pánik, illetve emésztőrendszeri negatív tüneteket eredményez, mint a puffadás vagy a bélgázok. A gyomorsav szint csökkenéséért először is felelős a túl gyakori étkezés, erre is néhány évtizede szoktatták rá a lakosságot, hogy az embernek naponta 3-szor, 4-szer, 5-szer kell ennie. Az embernek egy vagy két alkalommal kellene igazából csak ennie a nap során, és az étkezések között nem kellene legyen semmilyen nasi, mint például édesgyümölcs, vagy chips, vagy süti, vagy csoki. A második oka a problémának az alacsony enzimszint, melynek legfőbb oka, hogy lecsökkent a nyomelemek mennyisége az ételekben a földet kizsigerelő mezőgazdasági tevékenység miatt. Ez ugye azért lényeges, mert az enzimek termelődéséhez, melyek ugye lebontják az ételeket a gyomorban, nyomelemekre van szükség, cink, szelén, jód, stb. A következő oka a túlzott ásványvíz fogyasztás, melyben ugye szervetlen ásványi anyagok vannak, mint kálcium és magnézium, melyek ugyancsak lúgosító hatással vannak a gyomorban. Ennek a súlyosabb változata a lúgos víz, mely katasztrofális rombolást tud végezni az emésztőrendszerben. És végül, ami az utóbbi évtizedekben ugyancsak komoly mértékben hozzájárult a gyomrunkban a sav csökkenéséhez, az a stressz, mivel a stressznek erőteljes lúgosító hatása van. Napjainkban az emberek többségét mondjuk csak a 90-es évekhez képest 2-3-4-szer több inger, több stressz ér. A gyomrunk pH értékét úgy tudjuk savasítani, illetve elősegíteni a gyomorsav termelődését, hogy egyfelől kevesebbszer eszünk a nap során, másfelől pedig pótolunk nyomelemeket,
aztán betain hidroklorodot, ez lényegében szárított sósav, emésztőenzimeket, általában együtt vannak a betain hidroklorriddal, és fogyasszunk sok erjesztett, illetve savanyú természetes ételt, mint a savanyú káposzta, a kovászos uborka, az almaecet, tőzegáfonyalé, homoktövislé. A harmadik gyakori tápanyaghiány ok a máj és az epe nem megfelelő működéséből fakad. Sajnos évtizedeken keresztül ment az a fals info, hogy az embernek alacsony zsírtartalmú ételeket kell fogyasztania ahhoz, hogy egészséges legyen. Még ma is rengeteg alacsony zsírtartalmú termék van kereskedelmi forgalomban. Az alacsony zsírbevitel az évek alatt szó szerint kicsinálja az epét, jobban mondva epekő kialakulásához vezet, majd ezt az orvosok az epe eltávolításával oldják meg ezt a problémát. Igen ám, de az epére és az epesavra szükségünk van, a zsírban oldódó vegyületek hasznosulásához, beépüléséhez, mint például ugye a zsírban oldódó vitaminok, és vagy például az omega-3. Az alacsony zsírbevitel vagy az epehiányos állapot komoly hiányhoz vezet a zsírban oldódó vegyületekből az évek során, ami látásromlást, bőrproblémákat, pajzsmirigy problémákat és sok más negatív emésztőrendszeri tünetet is okozhat. A túlzott szénhidrát bevitele az évek során pedig kicsinálja a májat, a máj elzsírosodásához vezet, ami azon túl, hogy ugyancsak alacsony epesav szint lesz az egyik eredménye, rengeteg más problémát is okoz, ami szintén tápanyaghiányhoz vezet. Tehát itt egy olyan problémával állunk szemben, aminek az az oka, hogy az emberek az évtizedek során rászoktak az olyan ételekre, mint a pörkölt nokedlivel, a rizses, burgonyás hús, a hamburger, a gabonakenyér bármivel, a tésztaételek, vagy például a pizza. Aki abba születik bele, hogy azt látja, hogy körülötte mindenki ezeket az ételeket eszi, azt gondolja, hogy ez a normális és helyes. Az epe, illetve a máj állapotának romlása A, D, E, K vitamin hiányhoz vezet, gyengíti a pajzsmirigyet, ami a teljes testes elhízást okozza, romlik a testünk méregtelenítő képessége, megnő a fertőzések esélye az emésztőrendszerben, mivel az epesavnak fertőtlenítő hatása van a belegben, és megnő a cukorbetegség lehetősége is. Itt a megoldás első és legfontosabb lépése, hogy belátjuk azt, hogy azok az ételek, amelyek el vannak terjedve, és a társadalom 95%-a fogyaszt, azok rendkívül károsak az egészségünkre nézve, legyen az biogazdálkodásból származó tönkölybúza, vagy kinoa, vagy rizs, vagy burgonya, vagy mondjuk low carb spagetti, amelyben csak 30% szénhidrát van. Úgy tudunk változtatni, ha először is tudatosítjuk magunkban, hogy amit a többség csinál, amit eszik, az rendkívül káros. A negyedik gyakori tápanyaghiánynak az oka pedig a gyógyszerek fogyasztásából ered. Hosszú listát lehetne írni arról, hogy a különböző gyógyszerek milyen tápanyaghiányokat okoznak. Itt most a leggyakoribb gyógyszercsoportokat említeném meg. A savcsökkentők hasonlóan ugye a gyomor pH szintjének lúgos irányba való elmozdulásához vas, B12, kálcium, cink és folsav hiányt okoznak. Az antibiotikumok többnyire kálcium, magnézium, vas, kálium és B-vitamin hiányt, illetve kicsinálják ugye a bélflórát, ami egyéb tápanyaghiányokhoz vezet. Az antidepresszánsok Q10, magnézium és B-vitamin hiány, a magas vérnyomásra felírt gyógyszerek cink, magnézium, kálium, Q10, D-vitamin, folsav, kálcium és B-vitamin hiányhoz vezetnek. A koleszterin csökkentő közül a statinok A, D, E, K-vitamin, Q10 és omega-3 zsírsav hiányt okoznak, a metformin B1, B9 és B12 vitamin hiány, a vízhajtók pedig magnézium és cink hiányt okoznak, illetve kálcium lerakódásokhoz vezetnek. Nagyon sok ember sokféle gyógyszert szed, így egy idő után már nem igazán tudja, hogy melyik milyen hiányt okozott a szervezetében, így újabb és újabb gyógyszerek bevitelére kényszerül, hogy az adott mikrotápanyag hiányából fakadó negatív tüneteket ugye enyhítse. Ez a probléma abból fakad, hogy az emberek sokáig azt gondolták, és még ma is sokan azt gondolják, hogy az orvosok azért vannak, hogy az embert meggyógyítsák,
gyógyítani, csak mi tudjuk igazából saját magunkat. Az orvosok nem gyógyítanak, csak kezelnek, ezért is hívjuk orvosi kezelésnek azt, amit az orvos végez velünk, és nem orvosi gyógyításnak. A gyógyszer nevében pedig a gyógyszó sajnos ma már csak egy nagy hazugság. Tehát ebből a téves felfogásból, hogy azt gondoljuk, az orvos fog minket meggyógyítani, ebből ered a gyógyszer szedéséből fakadó rengeteg hiány probléma az emberek szervezetében, mivel nagyon sok ember az elmúlt évtizedekben rábízta magát az orvosra, mint az egyetlen olyan személyre, aki az ő problémáját meg tudja oldani, és alig gondolt arra, hogy a betegségét 90%-ban ő maga tudja csak megoldani, és semmilyen külső ember erre nem képes. A hozzáállás, az életmódja, a gondolkodása, a táplálkozásának a megváltoztatásával. Úgy sajnos nem lehet egy embert meggyógyítani, hogy a gyógyításának az alapja nem az ember táplálkozásának és az életmódjának a rendbetétele. Márpedig a mai orvostudomány szinte egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy az ember mit eszik, mit iszik, vagy éppen milyen stressz hatások érték. Remélem, hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha vannak tapasztalataid a témával kapcsolatban, szólj hozzá, oszd meg másokkal is. Ha még nem vagy feliratkozva, kattints a piros feliratkozás gombra, illetve a feliratkozás gomb melletti harang gombra. Iratkozz fel, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!